Az Ökológiai Intézet Alapítvány Gömörszőlősi Információs Központjában 2012. február 10-én Ország József professzor tartott előadást. Az előadás témája a vízgazda, vagyis a fenntartható vízgazdálkodás. A vízzel kapcsolatos problémákkal Afrikában kezdtem el foglalkozni, és majdnem minden előadásomon, de hogy a kiinduló pont az történt, hogy Afrikában kaptam egy nagyon szép szolgálati lakást, ugyanis a helyi egyetemen neveztek ki tanárnak, és minden kényelem meg volt, csupán a csapokból nem folyt a víz, miközben a trópus első naponta 5 órát, mintha dézsából öntötték volna, úgy zúgott. És természetesen itt a legkézenfekvő gondolat az volt, hát tulajdonképpen az esővizet hogyan lehetne felhasználni. És ebből indult ki aztán fokozatosan ez az egész munkássága, tehát úgy szólván a tudományos karrieremnek a javarészét a víz kezelésének szentettem, bár mondjuk az alapképzésem elektrokémia. Mai nap nem annyira az esővíz hasznosításról fog szólni, bár hogyha valaki kérdéseket fog feltenni, főleg ma délután erről, arról is beszélhetünk, hanem inkább a szennyvízkezelésről. És a szennyvízkezelés fenntartható jellegére kidolgoztam egy rendszert, amit elneveztem vízgazdának, ami nem azonos az úgynevezett ecosan vagy ecological sanitation fogalmával, ugyanis ebbe a külföldön nagyon ismert fogalomba sokféle technológiát mondhatnám belegyömöszölnek, de minden alapelvek nélkül. Tehát sok olyan technológia is van ebbe a konceptbe, ami tulajdonképpen nem fér bele a fenntartható vízgazdálkodás fogalmába. Tehát ma délelőtt főleg a szennyvízkezeléssel fogunk foglalkozni, és tulajdonképpen, ahogy mondjuk, a vízgazda 6 alaptételen nyugszik, amire majd vissza fogunk térni, és a vízkezelés mérnöki tudományának egy egészen mondjuk különleges szemlélete, egy újszerű szemlélete, ami az alapelveket megkérdőjelezi. Tehát majd visszatérünk erre az alapelvekre is, hogy bár a mérnöki tudományokban a vízkezelési alapelveket nem fogalmazzák meg teljes mértékben, de ezek mindig jelen vannak. Tehát itt más szemléletet kellene kialakítani. Az, amit itt hallanak, az nem az egyetlen szemlélet, tehát egyáltalán nem azt mondom, hogy én a teljes igazság birtokában vagyok, egyáltalán nem. Én is tulajdonképpen keresem azokat a megoldásokat, amelyek a környezetet legjobban védik, a leghatásosabban, és a lehető legolcsóbban, és a legegyszerűbb, mindig a legegyszerűbb megoldásokat szeretném megvalósítani. Tehát a maximális hatások minimális költségekkel. Most a szennyvízkezeléssel kapcsolatosan tudni kell azt, hogy ez a helyzet, tehát ezek a problémák, amelyekkel ma találkozunk, ezek nem egyszer alakultak ki, tehát egy történelmi fejlődésnek az eredményei. És erről szeretnék egy néhány szót szólni, méghozzá belgiumi viszonylatban. Tudnélik, azt jobban ismerem Magyarországon, hát alig tartózkodom, néha-néha itt vagyok, és jobban ismerem a belgiumi helyzetet, és ami a vízgazdálkodást illeti, annál is inkább, mert 16 éven keresztül a belgiumi vízügyi kormánybizottságnak tagja voltam, és 7 éven keresztül vezetőségi tagja,
ahol az európai törvényeket a belga jogrendszerbe átültettük, és a különböző problémákkal, tehát a vízügyi problémákkal, vízkezelés, vízellátás, stb. Kellett foglalkozni. És annak idején, amikor ezt a bizottságot a kormány elindította, ugye az volt a cél, hogy itt olyan megoldásokat tudjunk javasolni, amelyek a lehető legkevesebbe kerülnek és a leghatásosabbak. Tehát ilyen tekintetben viszonylag közel álltam a megfelelő információhoz. Viszont én 1957-ben kerültem Belgiumba, és először a Brüsszeli Egyetemen tanultam, tehát Brüsszelben laktam, és meglepődtem észre, hogy Brüsszel tulajdonképpen egy nagyon csendes város volt akkoriban, de most már egyáltalán nem az. És egy másik meglepetés is ért, hogy Brüsszelben akkoriban még minden házban nem volt vízöblítéses WC. Tehát különben akkoriban a franciák úgy mondták, nem azt mondták, hogy elmegyek a WC-re, hanem azt mondták, je vais à la cour. Azt jelenti, hogy kimegyek az udvarra. Tudnélik, a házak, tehát a brüsszeli házak, és különben is észak, tehát Hollandiában is, ilyen magas, egy vagy két emeletes házak, egy 5-6 méteres homlokzattal egymás mellé rakva, és hátul van egy ilyen nadrágszíj parcellához hasonlító kis kert, és annak a végén ott volt az árnyékszék, amit a belgák használtak. És még az 1950-es évek végén a környékbeli gazdálkodók jöttek és kiürítették a tartályát, és a főzelék félék termelésére felhasználták. Mondanom sem kell, hogy abban az időben még például allergiás megbetegedésekről soha nem volt szó. És annak ellenére, hogy az emberi fekáliát közvetlenül a földekre télen kiöntötték, nem volt több az emésztéshez kötődő megbetegedés, mint a manapság. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy a fekáliának a mezőgazdasági felhasználása bizonyos egészségügyi veszélyekkel jár, ezek elméleti elgondolások, amit bizonyos gyakorlati megfigyelések nem mindig igazolnak. Abban az időben, tehát ahogy mondtam, a vízöblítéses WC-ket csak fokozatosan vezették be, olyannyira, hogy akkoriban, amikor az ember egy brüsszeli házat látott, akkor a vízöblítéses WC így, ugye, hogy fél emelet között, az első és a második emelet között volt egy külön ilyen épített, utólag odaépített kis fülkében. És még egy nagyon érdekes megfigyelést tettem, az, hogy minden házban volt egy helyesen méretezett, tehát 20-25-30 köbméteres esővíztároló. És Belgiumban általánosan használták az esővizet, bár nem ivásra, hanem főleg mosásra és mosogatásra, takarításra, de az esővíz használata tehát általános volt. Ami pedig a szennyvizeket illeti, a problémákat, amelyeket most ismerünk, csak fokozatosan alakultak. Tehát az 50-es években már belga városokban, a legtöbb belga városban volt szennyvízcsatorna rendszer, és az utolsó, ezeket a régi szennyvízcsatorna rendszereket, az utolsó részeit most szedik fel, és mielőtt elindultam Mósz városában, az egyik utcán láttam, hogy ki temették, tudnék, egy eltemetett szennyvízcsatorna rendszer, téglából készített, és a technikusok, akkor a mérnökök készakarva olyan szennyvízcsatorna hálózatokat építettek ki, amelyek nem volt vízhatlan. És nagyon helyesen rájöttek arra az nagyon egyszerű tényre, hát itt ezeket a berendezéseket majdnem 100 évvel ezelőtt építették, hogy a szennyvizet nem a folyóba kell közvetlenül kiönteni, hanem lehetőleg
a talajba szétszórni. És akkoriban az egy teljesen helyes álláspont volt, ugyanis nagyon kevés vízöblítéses WC volt a 20. század első felében, ott Belgiumban, tehát a szennyvíz az tulajdonképpen csak szappanos víz volt. Most a szappanos víz, azt kísérletileg megállapították, a szappanos vizet, amikor egyszerűen a talajba beszivárogtatjuk, tehát a talajba szétszórjuk, akkor a szappanos vizeknek a szennyezési terhe olyan, hogy a talaj részecskékre nagyon erősen tapad. És ezek a makromolekulák, amelyek a talaj részecskén így a dipólus momentumoknál fogva megtapadnak, a spontán kialakuló baktériumtenyészetek ezeket az anyagokat nagyon szépen leívítik, és széndioksziddá és vízzé alakítják át. És ez egy tudott dolog, majd erre még külön visszatérünk, hogy a szennyvizekben lévő nitrogén 98%-a a fekáliás vízből származik. Tehát a szürke vízben alig 2% nitrogén van, és ennek is egy jelentős része a városi csapvízben lévő nitrát tartalom. Tehát mondhatjuk azt, hogy akkor, amikor egy szappanos szürke vizet a talajba beszivárogtatunk, akkor a lehető legtöbb esetben, nem minden esetben, de az esetek túlnyomó többségében semmilyen környezeti ártalom nem jön és nem is jöhet létre. Tehát a régiek, a régi mérnökök nagyon helyesen dolgoztak, amikor azt mondták, hogy ezt a szürke vizet, ami akkor a szennyvíz volt, inkább szét kell szórni a talajba, mint a folyókba vetni. Hát fokozatosan a vízöblítéses WC-k is megjelentek, és a szennyvizeknek az összetétele is megváltozott. A fekáliás, úgynevezett fekete vízzel nagyon sok nitrogén vegyület, szerves nitrogén szerves vegyület, és foszfor tartalmazó szerves vegyület került a vízbe. Na most, hogyha ezek a vegyületek most a talajba kerülnek, akkor ott ebben az esetben nem foszfát, hanem főleg nitrátszennyezés jöhet létre. De annak is természetesen megvannak a határai. Tehát megváltozott a helyzet. Tehát ekkor a mérnökök azt mondták, hát tulajdonképpen vízhatlanná kell tenni a szennyvízcsatornákat, különben a talajba nagy mennyiségű nitrátszennyezés kerül. Tehát nagyon helyesen kezdték ezeket a régi szennyvízcsatornákat felszedni, és jóval drágább és igen költséges, de vízhatlan csatorna rendszerrel helyettesíteni. És ez történt nem csak a nagyvárosokban, hanem a nagyvárosok peremvárosaiban, tehát a Belgiumban nagyon sok ilyen lakóterület van, tehát Belgium lakossága harmadakkor a területen, ugyanakkor egy Magyarország lakossága körülbelül 10 millió, de kisebb, mint a Dunántúl, tehát akkor a területen. És egyre több új lakónegyed keletkezett, és Belgiumban nem olyanok a lakónegyedek, mint például Magyarországon. Tehát nem csak ilyen panelházakat építettek, hanem főleg családi házakat. Azt mondják a belgák, hogy minden belgának egy tégla van a hasában. Ami azt jelenti, hogy Belgium lakosságának kb. 80-85%-a saját házzal, illetve saját házában vagy lakásában lakik. És nagyon sok a családi ház. Tehát ezek a városok így egyre jobban terjedtek, ahol természetesen és logikusan szennyvízcsatorna rendszereket kiépítették, ugyanis akkor a probléma az volt, hogy a szennyvizet a lakó körzeten kívül kellett valahogy elhelyezni. Tehát ki kellett vezetni a lakó körzetekből a szennyvizet. Tehát ezt a problémát oldották meg. Most ez egy hosszú folyamat,
amit egy francia közmondással tudnék talán legjobban jellemezni, és ez pedig úgy szól, hogy a pokolhoz vezető út jó indulattal van kikövezve. Ezt meg kell érteni, hogy nekik valóban a mérnökök és a szakemberek a lehető legnagyobb jó indulattal a felmerült kérdésekre egy műszaki megoldást találtak. De nem vették észre, hogy ezek a műszaki megoldások, mint például a szennyvizek begyűjtése, azok tisztítása, stb. Tehát ezek a műszaki megoldások újabb problémákat vetnek föl. Hát ezekre talán a legnagyobb jó indulattal sem gondoltak. És most ezekre fogunk egy kicsit jobban visszatérni. Tehát kiépítették ezeket a városnegyedeket, a vizet pedig minden tisztítás nélkül a legközelebbi kisfolyóba vezették. Most tudni kell az, hogy Belgiumban a legtöbb kisfolyó még az 50-es évek elején, az 50-es évek közepéig körülbelül nagyon jó minőségű víz volt benne. Most olyannyira, hogy úgy szóval minden kisfolyóban, Belgiumban lazacot és pisztrángot lehetett halászni, úgyhogy a sporthalászat nagyon jó turisztikai jövedelem volt az ország részére. Most abban a pillanatban, amikor ezeket szennyvizeket beöntötték, és tulajdonképpen ott történt a szakembereknek a tévedése, hogy a víznek van egy öntisztuló képessége. Tehát amikor valami szennyeződés kerül a vízbe, akkor mondhatnám a víz magától, mintha egy élőlény lenne, egyáltalán nem az, mintha egy élőlény lenne, a szennyezést valahogy eltávolítja magából, tehát tisztává válik. És néha a látszat csal, tehát néha úgy néz ki, hogy a víz egészen tiszta, de a valóságban a vízben már vannak szennyező anyagok. És ezt tévesztette meg a szakembereket, és hosszú idejön keresztül úgy gondolták, hogy elég, hogyha ezt a szennyvizet kivezetjük a legközelebbi folyóba is, az volt a legolcsóbb megoldás, akkor a problémát meg is oldottuk. Valóban többé már nem volt szennyvíz a lakókörzetekben. De lassan észrevették azt, hogy a hallak kipusztultak a folyókból, és még a pontyok is nagyon nehezen tudták túlélni azt a szennyezési terhet, amit így a nem kezelt víz a folyóba bejuttatott. És ekkor merül fel a kérdés, hogy kérem szépen, itt baj van, a vizet, amit a folyóba jelenleg kiöntünk, azt jó lenne meg is tisztítani. És beindult valóban a mérnöki tudomány, hogy a lehető leghatásosabb víztisztítási rendszereket dolgozzuk ki. Olyannyira, hogy egy gondolat, hogy úgy mondjam, uralkodóvá vált, ami egy valóságos dogmává nőtte ki magát, és az pedig a következő, hogy a környezet hatásos védelmére a vizet a lehető legjobban tisztítani kell. Tehát minél jobban tisztítjuk a vizet, annál jobban védjük a környezetet. Ami teljesen logikusnak is tűnik. És hogyha azt veszük alapul, hogy amikor egy folyóba kiöntünk egy szennyvizet minden tisztítás nélkül, és utána egy szennyvíztisztító állomást üzembe helyezünk, ha összehasonlítjuk a két helyzetet a folyó szintjén, akkor valóban tökéletesen megfelel az elvárásoknak, ugyanis a folyóba kiöntött tisztított víz jóval kevesebb kárt okoz a folyóban, mint a nem tisztított. Igen, ám csak közben az európai szinten is a politikusok és főleg a szakemberek sokat dolgoztak arra, hogy ki kellene dolgozni egy egész Európát, az akkori Európát átfogó szennyvíztisztítási stratégiát. És tulajdonképpen ebből az alapgondolatból indultak ki, hogy a szennyvizeket mindenképpen tisztítani kell. És ennek a szellemében alkották meg az első európai
kerettörvényeket, és elhatározták, hogy a csak tisztított szennyvíz kerülhet a folyóba. De akkor egy másik probléma alakult valahogy ki. És akkor már én elkezdtem gondolkozni azon, az akkora, a kora, tehát abban az időben a rendelkezésre álló dolgozatok és tudományos publikációk alapján, hogy tulajdonképpen mi is ennek a következménye. Tehát tudnék, Belgiumnak, Belgium lakosságának körülbelül a háromnegyed része családi házakban lakott, méghozzá olyan területeken, ahol hát vagy volt szennyvízcsatorna, vagy nem volt szennyvízcsatorna. Tehát a szennyvízeknek a túlnyomó többsége egyszerűen egy szikkasztóba lett kiöntve. Tehát egy emésztőbe került, az emésztőből pedig egy szikkasztóba. És a szakemberek akkor azt mondták, hát tekintettel arra, hogy itt nagy mennyiségű fekália is van ebben a vízbe, tehát amikor átmegy az emésztőn és a szikkasztón, a talajba tulajdonképpen egy nagy mennyiségű nitrogén szennyezés kerül. Tehát egy személy évente az üdülékével, attól függ, hogy hogy mérjük fel, 5 és 10 kg nitrogént termel évente, ami kb. Több mint 20 kg nitrát szennyezést jelent tisztítás után. Tehát ez egy egyáltalán nem elhanyagolható mennyiség, ha megszorozzuk egy lakó számával. Tehát valahogy ezt kellett megoldani, és azt mondták, hogy tulajdonképpen ezt a szennyvizet, a nagy mennyiségű nitrátszennyezést nem szabad a föld alatti víztartalékba, ivóvíztartalékokba belevezetni. Tehát víztisztító állomásra kell vezetni. Most mi történik a víztisztításnál? Hát egy biológiai oxidáció, vagyis a fekáliában lévő szerves nitrogén és foszfor vegyületeket baktériumokkal, baktérium tenyészetében hozzá lélegző baktériumokkal, most úgy mondják, hogy aerob baktériumokkal lebontják, tehát mintha oxidálnák, tehát egy oxidáció történik, és a benne lévő nitrogént nitrát formájában, mert tehát aerob környezetben vagyunk, tehát nitrát nem mondom, a formájában szabadítjuk fel. A foszfor pedig, mint foszfát jelenik meg a tisztított vízben. Úgyhogy most természetesen, amikor elkészítjük a hagyományos szennyvíztisztítás nitrogén mérlegét, arra meglepő eredményre jutunk, hogy a rendszerbe bejutó 100% nitrogén, annak körülbelül a 90%-a a másodlagos tisztítás után az iszapban maradt. És a tisztított vízben van a 10%. Tehát a jelen pillanatban, amikor az úgynevezett harmadrendű tisztítást bevezetik, a harmadrendű tisztítás tulajdonképpen erre a 10%-ra, ezen a 10%-on dolgozik, és annak veszi ki még egy részét. Tehát amikor nagyon hatásos víztisztításról beszélnek a szakemberek, ott tökéletesen igazuk van, tehát a szennyvízzel a rendszerbe bejutó nitrogén mennyiségének már a 9/10 részét a másodrendű tisztításnál, tehát a biológiai oxidálásnál kivonják, és a még maradék 10%-nak is körülbelül a felét, ha minden jól megy, a denitrifikáló rendszerekkel szintén kivonják a vízből. Tehát a tisztítási hatások igen nagy, és a jelenlegi mérnöki tudománynak az egyik sarkalatos tétele, hogy egy szennyvízkezelő rendszernek a minőségét közvetlenül a tisztítási hatásfokhoz kötik. Ami természetesen tudományosan tökéletes.
Viszont a környezetvédelem szempontjából azt hiszem, hogy ki kell egészíteni ezeket a gondolatokat, ugyanis az igaz, nem is mi történik ezzel a 90% nitrogéndel, ami részint már oxidált formában és nitrát formájában, részint, mint baktérium tömeg formájában, az iszapban megmarad. Most ez az iszapban mit csinálnak? Eleinte észrevették azt, hogy ebben az iszapban, tehát a víztisztítási iszapban nagy mennyiségű mezőgazdasági tápanyag van, ami teljesen logikus, a fekáliában van nitrogén, foszfor és kálium is, tehát és más nyomelemek is, amelyek a mezőgazdaságban nagyon hasznosak. Tehát mezőgazdasági értékesítésre használták fel. És ez ment egy néhány éven keresztül, és aztán észrevették azt, hogy az iszapban lévő nehézfémek, ami elkerülhetetlen, tudnélik a közületi szennyvíz begyűjtő rendszerekbe néha ipari eredetű szennyezés is kerül, tehát nehézfémek is kerülhetnek bele, és ezek a nehézfémek a mezőgazdasági felhasználás folyamán a talajba kerülnek, és úgyhogy a nyugat-európai, nevezetesen a belga parasztok azt mondták, hogy mi ebből nem térünk, ugyanis ezek a nehézfémek a talajba fölhalmozódnak, és előfordulhat az, hogy a szabványok szerint a földünket egyszerűen kijelentik, hogy többé már nem lehet élelmiszer termelésre felhasználni, csak legfeljebb energiatermelésre. Hát ezt nem akarták. Tehát valami más kellett találni a szennyvíz, a szennyvíz iszap, de tehát a tisztítási iszap elhelyezésére. Hát ugye tekintettel, hogy a mezőgazdaság már egyre kevésbé használta, és most már egyre kevésbé is használja, úgy találták, hogy talán a legjobb megoldás megszállítani. Hát a megszállítás az komoly energia fogyasztással jár, mindig 18 g víz elpároltatásához 40 kilojoule energia szükséges, tehát egyáltalán nem elhanyagolható mennyiség, és ezt a szállított iszapot pedig elégetik. Tehát Nyugat-Európában nagyon sok cementgyár ezzel a szállított iszappal dolgozik. Azt is megkísérelték, hogy ezt az iszapot az utaknak a alsó rétegeibe beépítik. Igen, ám csak hát előbb-utóbb a beszivárgó és a főleg az átáramló víz segítségével a benne lévő szennyezőanyagok mégis közvetett úton csak a föld alatti víz tartalékokba esetleg bekerülhettek. Tehát új problémák adódtak ezzel, és a mennyiség is nagyon nagy volt. Amikor 2000-ben Montpellier, nem is Montpellier, hanem Poitiers-ban, Franciaországban egy nemzetközi vízügyi kongresszuson előadtam a vízgazda alaptételeit, akkor egy szakember, a Société Générale des Eaux egyik igazgató szakembere előadta, hogy kérem szépen számolnunk kell a szennyezési, a víztisztítási iszapok elhelyezésével, és 2000-ben vagyunk, amit a franciaországi víztisztító állomások termelnek, mint tisztítási iszap, abból Lille-t, tehát az Észak-Franciaország egyik legnagyobb városát, és Marseille-t, ami Dél-Franciaország egyik legnagyobb városa, kettő között 1100 km távolságban. Most ezt a várost egy úgy néz ki, hogy egy kínai fallal össze lehetne kötni, tehát hogyha ezt a egyévi víztisztítási iszapot megszállítanánk, és ebből egy 2 méter
széles és 2 méter magas a falat lehetne építeni a két város között. Tehát egy komoly mennyiség, és azt is azonnal hozzáadta, hogy 5 éven belül ennek pontosan a duplája fog keletkezni. Tehát a víztisztítás iszap keletkezése a mai víztisztítási tudománynak az egyik nagy problémája, amiről viszonylag keveset beszélnek, és amikor erről beszéltem, és mondván azt, hogyha amikor kiszórják a földet, ezeket az iszapokat, akkor tulajdonképpen a benne lévő már oxidált, tehát nitrát formájában lévő szennyezés az esővel vagy a következő folyóba bele fog folyni, vagy pedig beszivárog a talajba. Tehát tulajdonképpen nem csináltunk semmit, áthelyeztük a szennyezést egy másik helyre. Tehát valami mást kell kigondolni. A keresés meg is indult ebben az irányban, és felhívtam a figyelmet, akkor már a vízügyi bizottságnak a tagja voltam, vízügyi kormánybizottság tagja, és felhívtam a figyelmet arra, hogy vigyázzat, hogyha a szennyvízcsatorna hálózatot a falvakban és Belgiumban kiépítik, ami nagyon sokba került, csak Valónia tartományban 5 milliárd eurós költségvetést szántak erre, meg valójában a dupláját kötötték végül el. Azt mondta, hogy ebben az esetben tulajdonképpen a folyóknak a minősége nem fog javulni. És a szakemberek azt mondták, hogy hát ez lehetetlen, ugyanis hogyha a folyóba tisztított vizet öntünk ki, az csak jó lehet. Igen, csak felhívtam arra a figyelmet, hogy a lakosság kb. 85%-a a vizet nem a folyóba önti ki, nem fennvízcsatornába, hanem emésztőkbe és szórórendszerekbe, tehát ilyen szikkasztóba, vagy pedig ilyen úgynevezett dréncsövekbe önti ki. Tehát abban a pillanatban, amikor ez a víz többé nem a talajba kerül, hanem a szennyvíztisztító állomásra és onnan a folyóba, a folyók hát ezt meg fogják érezni. Ennek ellenére elhelyezték, mert ezt tartották helyesnek, elhelyezték a szennyvíz megítő rendszereket és a szennyvíztisztító állomásokat, és ugye megígérték a lakosságnak, hogy ezt annak érdekében teszik, hogy a föld alatti ivóvíz tartalékokat megóvják a szennyezéstől. Teljesen logikus is volt. És azt mondták, hogy ezzel tekintettel arra, hogy a folyókba csak tisztított víz fog kerülni, a folyók minősége is föl fog javulni, és újra lehet majd pisztrángot és lazacot halászni a belgiumi folyókba. Hát nem egészen ez történt, olyannyira, hogy a Liézsi Egyetem egy tanulmányt végzett, és arra a meglepő következtetésre jutott, hogy a belgiumi folyóknak, tehát az összes folyók összességének az átlagos minősége valamelyest romlott. Nem nagyon, de valamelyest romlott, miután elhelyezték a szennyvíztisztítási programot, megvalósították. És nem értették, hogy ilyen tulajdonképpen erre már előtte felhívtam a figyelmet, hogy az a hatalmas szennyezési teher, amit a talaj nagyon hatásosan, vagy meg fogjuk itt látni, nagyon hatásosan megemésztett, azt a folyókba kiöntötték. Tehát az a kevés szennyezési teher, ami még az a 5-10%, ami benne volt a vízbe, az több volt, mint ami kellett a folyóknak. Tehát tulajdonképpen is erre azt mondták, igen, de hát a föld alatti vizet, de az a helyzet, hogy annak ellenére azt mondták, hogy a föld alatti vizeket tulajdonképpen az emésztőkből és a szikkasztóból kifolyó szennyvizek szennyezik, és ezért van nitrát szennyezés. És a mérések viszont azt mutatták, hogy ez a nitrát szennyezés minden évben kb. 2 mg per literenként növekedett, és tovább növekedett, annak ellenére, hogy elhelyezték a vízgyűjtő rendszereket és a víztisztító berendezéseket, ez tovább nőtt.
És akkor elővettem szintén a Liézs Egyetemnek az egyik mérési adatait, és ott a bizottságban bemutattam, akik azt mondták, hogy hát tulajdonképpen ez a nitrát szennyezés a lakóság által a talajba szivárogtatott fekáliás kirtől származik. És egy nagyon érdekes dolgot vettem észre, egy koordináta rendszerben ábrázoltam a nitrát szennyezés mértékét az atrazin szennyezés függvényében. És egy valóságos egyenes találtam, ami azt mutatta, hogy akkor, amikor megkétszeröződött a nitrát szennyezés, az atrazin tartalom is megkétszeröződött. Vagyis egy nagyon pontos összefüggés volt az atrazin és a nitrát szennyezés között, ami világosan mutatta, hogy a föld alatti vízkészletekben lévő nitrogén szennyezés mezőgazdaság jelenetű. Tehát tulajdonképpen súlyos milliárdokat költöttek el egy nagyon vitatható, nem állható, hogy semmilyen eredménye, de hát eléggé vitatható eredménye. Tehát ismétlen mindig a legnagyobb jó indulattal, ezért mondom, hogy a kopolós vezető út jó indulattal van kikövezve. Csupán nagyon figyelmet kellett volna szentelni bizonyos dolgoknak, és azt kértem, hogy csináljanak kis kísérleteket, olcsó kísérleteket arra, hogy teszteljük, hogy tulajdonképpen mi a különböző rendszereknek a hatásossága. Amikor 1992-ben első alkalommal felvetettem egy nemzetközi konferencián azt a gondolatot, hogy a mindent a szennyvízcsatornába rendszer meg kell szüntetni, és valahogy más gondol, más úton kellene elindulni. Nagyon figyelmesen meghallgattak, és az volt a javaslatom, anélkül, hogy erre kísérleteket végeztem volna, hogy a szürke vizet külön és a fekete vizet külön kell begyűjteni és külön kell kezelni. Azt mondtam, hogy a szürke vizet nagy valószínűséggel igen egyszerű módszerekkel meg lehetne tisztítani. Addig, amíg a fekete vizet másként kell majd felhasználni. A szakemberek azonnal megállítottak, és nagy tekintélyű szaktekintélyek, nemzetközileg elismert szaktekintélyek azt mondták, hát uram, amit ön mond, az egyáltalán nem állja meg a helyét, azon egyszerű oknál fogva, hogy a szappanok és a mosószerek lebontásához a baktériumoknak szüksége van arra a nitrogénre és foszforra, ami a fekete vízben van. Tehát a fekete víz jelenléte nélkül a szappanos vizeket nem lehet megtisztítani. Erre nem tudtam semmit sem válaszolni, mert kísérleteket nem végeztem. Ez csupán a megfigyelések alapján és a akkor rendelkezésre álló dolgozatok alapján fogalmaztam meg ezt a javaslatot, és azt tanácsoltam, tehát 1992-ben, hogy ezt tulajdonképpen tesztelni kellene. Ezek nem túl drága kísérletek, tehát ezt könnyedén lehetne végezni, és hát amennyiben ez valóban így van, akkor nagyon sok pénzt lehetne megtakarítani a víztisztítási költségeken. Tehát ez egyáltalán nem jött létre, tudnék, hát egy szaktekintély azt mondja, hogy nem több szaktekintély azt mondja, hogy ez egyáltalán nem lehetséges, akkor nem lehetséges. Későbbiekben aztán, amikor már kezdett egyre nyilvánvalóbbá válni, hogy a víztisztítás talán nem váltja be a hozzáfűzött vérmes reményeket, akkor kaptam egy pár tízezer euró
támogatást arra, hogy egy szürke víz tisztítási rendszert is dolgozzak, ami Magyarországon a Kegyedi rendszer néven ismert, külföldön a Treselect rendszer néven ismert, amiben hát kimutattam azt, hogy minden fekália nélküli szürke vizet gyakorlatilag ihatóvá lehet tisztítani viszonylag egyszerű eszközökkel. De ismétlem akkor, tehát amikor ezt csináltam, tehát a 90-es évek vége felé, akkor hát én is nagyon a szakemberek befolyása alatt álltam, és azt mondtam, hogy valóban tisztítani kell. Hát azóta az álláspontom már a események hatására és a megfigyelések hatására megváltozott, és ma már azt mondom, a szennyvizeket nem szabad tisztítani. Tehát minél jobban tisztítjuk a szennyvizeket, annál jobban romboljuk és szennyezzük a környezetet, és ebbe a növényi víztisztítás is beletartozik. Erről, ha valaki kérdezni akar, akkor még beszélhetünk. Tehát tulajdonképpen így sikerült bebizonyítanom azt egyszerű eszközökkel, hogy a szürke vizet fekáliás víz nélkül is nagyon hatásosan lehet tisztítani. És így fogalmaztam meg aztán sokkal pontosabban, a vízgazda különböző alaptételeit. Most az az érdekes, hogy a vízgazda, tehát egy vízgazdasági rendszer, itt nem csupán a szennyvizek kezeléséről van szó, hanem a lakossági vízellátásról is. Tehát a vízgazda tulajdonképpen hat alaptételen nyugszik, ami tulajdonképpen a paradigmaváltás, amit úgy mondtam most divatos szóval, hogy paradigmaváltás, és azt mondom, hogy alaptételeket megváltoztatjuk. És ezek az alaptételek tulajdonképpen az európai víztörvényekkel tökéletes összhangban vannak. Tehát amikor azt mondják, például itt Magyarországon, ahogy én is hallottam, hogy Európai Unió előírja a vizek tisztítását, ez egyáltalán nem egyezik sem az európai törvények betűivel, sem a szellemével. Most az európai törvények szelleme itt négy alaptételen nyugszik. Az első alaptétel azt mondja, hogy a tagállamok csak olyan törvényeket alkothatnak, amelyek a környezetet legalább annyira védik, mint az európai követelmények. Az illető irányelvek, bár ennél hatásosabb törvényeket is alkothatnak. És 2003-ban én tulajdonképpen már a honlapomon, a vízönellátó honlapon, ami magyarul is megjelent, azt javasoltam a magyar törvényhozónak, hogyha elolvassa ezt a honlapot, nem tudom elolvasta-e, hogy Magyarország akkor már készült, hogy belép az Európai Unióba. Tehát már egy olyan szennyvíz kezelési politikát tudnak kialakítani, ami sokkal hatásosabban védi a környezetet, mint amit Nyugat-Európában általában védik. Tehát ez nem történik meg. Most a második alaptétel nagyon fontos szintén, hogy mindig az elfogadható áron a rendelkezésre álló legjobb műszaki megoldást kell alkalmazni. Tehát mindig össze kell hasonlítani a hatásosságot és az árat, ami teljesen logikus. Hát minden közbeszerzésnél tulajdonképpen ezt csinálják. A lehető legjobbat választják, a lehető legolcsóbbat. És nagyon érdekes, hogyha például, amikor Magyarországon elindították a falvakban a vízkezelési programokat, akkor tulajdonképpen ezt kellett volna, ezt az alapelvet kellett volna alkalmazni.
és Szőregi lakos révén, akkoriban még volt Szőregen egy házam, és azt mondtam a lakógyűlésen, hogy kérem szépen, nem indokolt ebben a faluban, ez egy mezőgazdasági jellegű kis falu, főleg ennyi állattenyésztésből ért hagyományosan, nem ajánlatos itt a szennyvíz begyűjtő csatornát elhelyezni, és a lakógyűlésre, tehát a lakósági fórumra meghívtam két budapesti vállalat képviselőjét is, akik ilyen egyéni, tehát egyéni víztisztító berendezéseket árultak. És felszólalt, tehát meghívtam és felszólaltak, és mondták, hogy kérem szépen, mi, tehát 2002-ben vagyunk, tehát 2002-ben mi 400 ezer forintért egy egyéni víztisztító berendezést beüzemelve el tudunk helyezni minden udvarban, minden falusi udvarban. Ennek ellenére az önkormányzat a csatornázás mellett döntött, igen ám csak a Szőreg a Tisza bal partján fekszik, a víztisztító állomás pedig a jobb partján. Úgyhogy a folyó alatt át kellett vezetni négyszeres szivattyú átemeléssel a szennyvizet, a szőregi szennyvizet, aminek az eredménye az volt, hogy bekötésenként, bevallás szerint 1.400.000 forintba került bekötésenként a rendszer kiépítése csupán. És ezután jön természetesen még a csatorna, utána a többi. Addig, amíg egyéni víztisztító berendezésekkel, melyekre szintén az európai pályázatot sikerült volna megszerezni, csak 400 ezer forintba került volna lakóházaként. Tehát itt szemmel láthatóan nem a legolcsóbb megoldást keresték. És attól félek, hogy nagyon sok más magyar faluban is ez történt, tehát nagyon sok pénzt költöttek el. Most az is alaptörvényeket, hogy a szennyezést megelőző megoldásokat mindig a javító megoldások elé kell helyezni. Ami teljesen logikus is, tehát az a víz képezi a legkevesebb problémát, amelyet nem szennyezünk. Tehát a szennyezés megelőzése. Most a víztisztító állomás, az nem a szennyezés megelőzése, bár Belgiumban a miniszter az egyik kormány összejövetele azt mondta, hogy mi megelőzzük a folyóknak a szennyeződését. És akkor én felszólaltam utána, megkérdeztem a miniszter urat, hogy hát én egyáltalán nem értek egyet, tudnéli a szennyezés, amikor már létrejött, belekerült a vízbe, akkor már csak azt javítani lehet. Tehát a szennyvíztisztítás egy javító technológia. Addig, amíg például a száraz toaletteknek az alkalmazása és az esővíz használata a folyó, illetve a vizeknek a szennyezését megelőzi. Tehát ezek a megelőző megoldások. Tehát inkább talán ebbe az irányba kellene menni. Tehát nem történt ez meg különböző okoknál fogva. Most a negyedik egy nagyon fontos alapelv, hogy a szennyező-fűző elve maradéktalanul kell alkalmazni. Most és a fizetendő összeget a szennyezéshez a legközelebbi ponton, illetve helyzetben kell megállapítani. Ezt az ipari jellegű szennyezésre tökéletesen és maradéktalanul Európában, Nyugat-Európában alkalmazzák. De abban a pillanatban, amikor tartási eredetű szennyvizekről van szó, akkor ezt az alapelvet egyszerűen elfelejtik. Mindjárt megmagyarázom, hogy miért. Tudni, az a helyzet, hogy a vízhez kötött költségeket a víz fogyasztásával mérik. Ami hát első látásra logikusnak tűnik, tehát a csatornadíja, különben Magyarországon is ez történik, a csatornadíjat a fogyasztott víz arányában fizettetik meg, tehát minden köbméter víz után, például Szegeden 600 forintot kell fizetni a csatornadíjat
a 1 köbméter víz megtisztításáért az kb. 400-450 forint pedig a víznek az ára, tehát amit a fogyasztó megfizet. Igen ám, csak nincsen közvetlen kapcsolat a keletkezett ártalom és a fogyasztott víz mennyisége között. Tehát a valahol európai alap azt mondja, hogy a fizetendő összeget a szennyezéshez a legközelebbi ponton kell megállapítani, és arányosságnak kell, hogy legyen. És ezt én szóvá tettem egy plenáris ülésen, a bizottság felelősségesen, ahol nem csak a miniszterek, hanem a több országgyűlési képviselő is részt vett, és azt mondtam, hogy hát kérem szépen, nem a vizet kell megadóztatni, tehát a víztisztításhoz szükséges anyagi eszközöket nem a víz megadóztatásával kell begyűjteni, hanem a vízbe bedobott szennyezést kell megadóztatni. Erre azt mondták, hát az lehetetlen. Az lehetetlen, ugyanis nem lehet minden háztartásnál egy elemző rendszert beépíteni, ami megállapítja, hogy mennyi szennyezés került a víznak. Egyáltalán erről szó sincsen. Csupán arról van szó, hogy pontosan tudjuk, hát gram pontosságra tudjuk minden családnál, hogy mennyi szennyezés került a vízbe. Ugyanis akkor, amikor veszünk egy darab szappant, egy doboz mosószert, vagy egy hajmosószert, vagy mosogatószert, stb. Tehát akkor pontosan tudjuk, hogy tehát ott kell az adót, a vízszennyezési adót ott kell beszedni. Tehát minél valaki minél több mosószert használ, annál több adót fizet. És mondom, ezt még finomítani is lehet. De vannak olyan mosószerek, amelyek jobban kímélik a környezetet, mint más mosószerek. Igen ám, csak ezek a úgynevezett környezetkímélő mosószerek, ezek drágábbak, mert más alapanyagokból készültek. Tehát nem kőolajból készült, kőolaj származékokból, hanem természetes anyagokból készült. Tehát az áruk magasabb. Hát mondom, ekkor a törvényhozó a fogyasztóknak a választását abba az irányba terelheti, hogy a környezetkímélő szereket kevésbé adóztatja, mint a környezetet jobban befolyásoló szereket. Így akkor a szennyező fizetőelvet nagyon pontosan lehet alkalmazni. Azon kívül a szennyvízbe egy másfajta szennyezés is kerül, tehát nem csak a szürke víznek a szennyezése, hanem a fekália is. Most a fekália az egy olyan dolog, hogy hát jó, az belekerül a vízbe, mert a WC-t használunk, viszont elég nagy pontossággal tudjuk, hogy egy átlagos személy mennyi szennyezési terhet jelent az ürülékével. Most ebben az esetben hogyan alkalmazzuk a szennyező fizetőelvet? Tehát nyilvánvaló, tekintette, hogy Belgiumban a lakosságnak egy jelentős része családi házakban él, tehát könnyen él, áttérhetett egy száraz toalettre, gyalomszékre. Tehát azok, akik a ürüléküket nem eresztik a vízbe, vagyis nem használnak vízi időtéses vízét, azok a fekália adótól mentesek. Addig, amíg a többiek ezt használják, addig, amíg a fekáliát tisztítani kell, hát az költségekkel jár, tehát de adót kell fizetni. Tehát ezt az elvet valahogy nagyon nehezen értették meg, nem is akarták megérteni, és a jelen pillanatban sem sajnos azt kell tapasztalnom, hogy nagyon kevesen értik meg ezt a gondolatot. És hogyha most rátérünk magára a vízgazdának a különböző megoldásaira, akkor rá fogunk jönni arra, hogy ezeket az alapelveket nagyon egyszerűen lehet alkalmazni, és igen olcsó. A következő jelentne. Most az európai... Most az európai törvények tulajdonképpen
nagyon érdekes dolgokat írnak elő, ami ezt a magyarországi törvényrendszer, tehát a magyar, hivatalos magyar fordításban, ezt nem én fordítottam. Tehát az első, 91/271-es számú alaptörvény, ami még mindig érvényben van, hogy a törvény célra a környezetnek a városi szennyvizek okozta károk elleni védelme. Tehát a cél nem a szennyvizek tisztítása, hanem a környezet védelme. Persze erre azt mondják, hát minden jobban tisztítjuk a szennyvizet, annál tudjuk, de a kettő között nincs közvetlen összefüggés. Tehát az az érdekes, hogy szerencsére, most úgy tudom, hogy a magyar törvényhozó ezt így tudtommal lehet, hogy tévedek, nem írt át ebben, a harmadik törvénycikket átírta teljesen. És nagyon érdekes, hogy Nyugat-Európában, Franciaország, Belgium, Németország ezeket a paragrafusokat kifelejtették az átírásnál, tehát ezt már ki sem írták. Valószínűleg megértették a lényegét ezeknek a törvénycikkeknek, hogy ott ahol a gyűjtőrendszerek létrehozása nem indokolt, akár azért, mert nem járna környezeti előnyökkel, akár azért, mert túlzottan drága lenne, tehát nagyon fontos a drága, azonos szintű környezetvédelmi gyűjtő és egyedi rendszereket, vagy más megfelelő, tehát más megfelelő rendszereket kell alkalmazni. Ha mit jelent? Mit jelent? Hogyha egy önkormányzat, legyen az bárhol Európában, elhatározza, hogy a törvény előírja, nem hogy tisztítani kell, hanem hogy kezelni kell. Tehát kezelni kell. Tehát hogy kezelni. Tehát akkor mit ír elő tulajdonképpen a törvény? Azt írja elő, hogy olyan rendszert kell választani, amelyik a leghatásosabban védi a környezetet, a lehető legolcsóbban. Tehát össze kell hasonlítani az összes rendelkezésre álló technológiát, és azok közül kiválasztani azt, ami ezeknek a kritériumoknak megfelel. Sajnos Belgiumban nem ez történt, de ahogy észreveszem, Magyarországon sem ez történt. Most a vízgazda alapelvét fogom viszonylag gyorsan vázolni. Az első alapelv, és az első és második alapelv a vízellátással foglalkozik, azt csak egyszerűen elmondom. Az első alapelv úgy szól, hogy a víz minőségét a felhasználás igényeihez kell mindig igazítani. Tehát teljesen helytelen felfogás az, hogy egy háztartásban minden használatra, vécőbírítése és ivóvizet használ. Tehát erre vannak más, sokkal hatásosabb megoldások. A második, hogy a második alapelv szerint minden rendelkezésre álló vízforrást be kell építeni a vízpolitikába, méghozzá egyenlő esélyekkel. Ami azt jelenti, hogy az esővíz hasznosítást is egyenlő jogi esélyekkel kell kezelni, mint például a központi vízelosztást, ami sajnos szintén nem jelenik meg sem a nyugat-európai, sem a magyarországi mindennapi gyakorlatban. Víztisztító képességét a maximálisan ki kell használni. Nagyon fontos. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a kiöntési technológiáknak sokkal nagyobb a környezeti behatásuk, mint a víztisztítási technológiáké. Erre egy példát tudok mondani. Akkor, amikor például egy nagyon jól tisztított vizet egy kis patakba, egy tiszta helyi patakba kiöntünk, akkor nagyon gyorsan, néhány kilométeren belül megjelennek az úgynevezett eutrofizációs jelenségek. Tehát hiába tisztítottuk meg nagyon hatásosan a vizet, a benne lévő maradék nitrogén és foszfor
a víznek a oxigén tartalmát lecsökkentik, mindig bizonyos algáknak a burjánzásához vezet, és akkor, amikor a víz még kristálytiszta, ő könnyedén bárki azonnal megállapíthatja, hogy az eutrofizációs jelenség már útban van, elég egy kavicsot vagy egy követ a vízből kiemelni, amikor a kavicson sikamlós réteg van, ami azt jelenti, hogy most már beindult az eutrofizációs jelenség. És ezt nagyon jól ardenekben szeretek kirándulni. És nagyon érdekes, hogy a gyerekekkel mentünk ugye a patak mentén, és arra szórakoztunk, gyerekekkel kivettünk a vicsokat, én megcsinálom, hogy teljesen síva volt, addig, amíg az erdőbe ott kigyózott a patak, és az első ház mellett, amint elment, a háztól alig pár száz méterre, amikor kivettük, akkor már sikamlós volt a kavics. Tehát a eutrofizációs ellenségekre a víz nagyon érzékenyen reagál. Tehát nem mindegy az, hogy hová öntjük ki a vizet. Most a másik példa, hogy vegyük azt egy mondjuk mosogató vizet. Tehát nagyon piszkos víz, vagy mosóvizet. Tehát nagyon piszkos víz. Most ezt a vizet, és laboratóriumban is megcsináltuk, egy oszlopot, egy üvegoszlopot megtöltöttünk különböző talajmintákkal, és ráöntöttük ezt a vizet. Fürdővizet, vagy mosogatóvizet, vagy mosóvizet, és néhány centiméteren áthaladva a beleütött víz kristálytiszta, és a legszigorúbb szabványoknak is megfelel. Most erre még visszatérünk, hogy a talaj víztisztító képessége bizonyos esetekben, és különösen a szürke víz szennyezési terjedésének az esetében nagyon hatásos. Tehát éppen ezért mondom azt, hogy a kiöntési technológiáknak sokkal nagyobb szerepük van. Olyannyira, hogy ki lehet mondani azt, hogy kerülni kell a felszíni vizekbe való kiöntés. Most nem mondom, hogy ez mindig lehetséges, de lehetőleg kerülni kell. A következő... Itt egy több száz tanulmány jelent meg már 20 évvel ezelőtt erről a kérdésről. És szinte kétségbe voltam esve, hogy a víztisztítási szakemberek ezeket a tanulmányokat valamilyen oknál fogva félreveszik. Tehát itt a talaj víztisztító képessége, itt csak egy a sok példa közül, itt a paramétereket mutatja be, a nyers szennyvíz, az emésztőből kifolyó szennyvíz, és utána hagyományosan ugye, a szikkasztóba engedik, és vízmintát, illetve talajmintát vesznek 30 cm mélyen és 90 cm mélyen. És nagyon jól lehet látni, hogy az összes által biológiai oxigénigény, a lebegő részecskék mennyisége, a fekáliás baktériumok, a vírusok mennyisége, a teljes nitrogén, az ammónia nitrogén és a nitrát formájában, akkor, amikor 90 cm-rel a szikkasztó adott van, vagy nulla, vagy pedig csak nyomokban vannak ezek a szennyezése jelen. De mondom, százával jelentek meg az irodalomban már 20-30 évvel ezelőtt ezek a tanulmányok. És szemben láthatóan nem vették figyelembe. Most a negyedik alaptörvény, a szürke és fekete vizet külön kell begyűjteni és kezelni. Ez az, amiről beszéltem már 2000-ben, és 2000-ben hivatalosan is bemutattam egy nemzetközi konferencián, és arra vártam, hogy azonnal a kollégák azt mondják, hogy mi ezzel egyáltalán nem értünk egyet, pedig a valóságban nem értettek egyet, nem értünk egyet, és akkor elmondják, hogy talán olyan dolgokat fogok megtudni a sokkal nagyobb tudású kollégáktól, amit én nem tudok, és akkor én készen vagyok újra átgondolni az egész dolgot. Hát egyetlen kérdést tettek fel, amikor ezt előadtam, az pedig az, hogy uram,
professzor úr, hogyan viszonyul a belga kormány az ön állításaihoz? Hát akkor mondtam, hogy hát úgy viszonyul, hogy hát eddig csupán egyetlen egy döntést hozott a kormány, megsemmisített egy 1886-os törvényt, ami megtiltotta a száraz toaletteknek városban való használatát. Ezen kívül semmi más. És akkor köszönjük ennyi az egészt. És utána ezzel szemben a folyosókon és az ebédlőkben hát nagyon élénk vita alakult ki a vízgazdával kapcsolatosan, és az egyik nagy igazgató ember, akit körben ismertem, nem személyesen ismertem, így véletlenül meghallottam, hogy mit mondott a barátainak, hogy ez az ország professzor egy veszélyes bolond. És nagyon-nagyon örültem ennek. Ezt én mint egy nagy bóknak vettem. Ugyanis, hogyha egy ilyen nagy szakember engem veszélyes bolondnak tart, főleg az, hogy veszélyesnek, mert azt jelenti, hogy megértette, hogy miről van szó, de valamilyen más, nem tudományos okból tart veszélyesnek. Tehát tulajdonképpen én ezt én bóknak vettem, és nagyon örültem ennek a dolognak. Tehát a fekete víz kezelése minden esetben cellulózban gazdag növény eredetű biotömeggel együtt történik. De ez is roppant egyszerű, hogyha erre majd még kitérünk talán ma délután, hogy miért kell így kezelni a fekete vizet. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az ürülékben van a baktériumok 99%-a, a nitrogén 98% és a foszfor 90%-a. Tehát a baktérium szennyezés, a nitrogén és a foszfor szennyezés, ez a három képezi a környezeti behatásnak az egyik legfontosabb elemét. A szappan, az nem, szappan nem. És szakembereit kérdeztem, hogy ismernek olyan esetet, amikor föld alatt ivóvíz készletekben mosószer maradék van. Soha nem hallottak ilyesmiről. És persze, hogy nem hallottak, nyilvánvalóan láttuk, hogy a mosószerek nem juthatnak be a föld alatti víztartalékokban, azt kiszűri. Most persze nem karsztvizéken kell a dolinákban beleönteni a szappanos vizet, hát nyilvánvalóan az nem való. Tehát erről szó sincsen. Tehát tulajdonképpen a legkézenfekvőbb szennyezés a fekáliában van. Most mennyiség szempontjából is ez egy nagyon érdekes dolog. Itt nagyon jól lehet látni, a szürke víz képezi a szennyvíznek több mint 4/5 részét. Tehát, hogyha a szürke vizet külön kezeljük, a fekáliás víz körülbelül 1/5 része, a szennyvíz 1/5 része. És ebben az 1/5 részben, tehát ez a WC öblítésre felhasznált víz, ebben az 1/5 részben is, hát nagyon kevés. Tehát itt, hogyha megnézem, sajnos itt már nem látom. Tehát ez egy franciaországi adatok, a szürke víz évente 44 köbmétert jelent, ebből a WC öblítő körülbelül 10 köbméter, a vizelet 500 liter, évi vizelet mennyiség személyenként, és a fekália az alig kevesebb, mint 50 liter. Tehát a szennyezési teher, a fekália maga, nem is a fekália, hanem maga az ürülék, tehát a vizelet és a fekália együtt, a szennyvíznek még 1%-át sem teszi ki. Tehát abban a pillanatban, amikor valamilyen technikai megoldással ezt a szennyező anyagot, ami a túlnyomó többséget alkotja, nem eresztjük bele a vízbe, vagy valahogy úgy vezetjük, hogy külön tudjuk kezelni, akkor már is a problémákat megoldottuk. Tudnék, a szürke víz kezelése, amit látjuk, roppant egyszerű. Most az ötödik főtétel már egy kicsit eltávolodik ettől, de az állami, az áll,
tehát az állati és emberi ürülék vízbe való vezetését kerülnéket. Ez az, amiről beszélek. Az ürüléket üzenetet töményformában megfelelő humuszképző komposztrendszer segítségével, növényi anyagokkal kell kezelni. Most a ürülék kezelésénél a nem lélegző folyamatok, tehát anaerob folyamatok létrejöttét lehetőleg kerülni kell. Miért? Pedig a anaerob folyamatoknál ugyan nitrát nem keletkezik, de ammónium nitrát. Most például, amikor metánt készítünk, akkor a metán után visszamaradó iszap, tehát a metán képzése után visszamaradó iszap, ammónium nitrátban igen gazdag. Most az ammónium nitrát, amikor belekerül a talajba, az úgy működik, mint egy műtrág. Tehát a körben a péti só, az ammónium nitrát. Most az ammónium nitrát nem is annyira, hogy tehát felégeti a talaj humusz tartalmát. Ezt még a mezőgazdasági mérnökök, a rabrák mérnökök sem nagyon ismerik ezt a jelenséget. Nem azért, mert én olyan okos vagyok, csupán az, hogy én elektrokémiát tanítottam, és ott nagyon jól ki lehet mutatni, hogy ezek az oxidációs, ionos reakcióknál az ionerősség függvényében az oxidációs sebesség exponenciálisan növekszik. Tehát abban a pillanatban, amikor egy talajba meszet, fahamut vagy műtrágyát juttatunk be, a talajban lévő víz ionerőssége fölnövekszik, ami viszont exponenciálisan növeli a humusz képződését. Ezért mondják az öreg belga parasztok mindig azt, hogy a fahamú és a mész a gazdát meggazdagítja, aki át kórdusbotra juttatja. Arról van szó, hogy a talajban lehetőleg könnyen oldódó elektrolitokat jobb nem bevezetni. Tehát éppen ezért azok, akik biometán termelésnek nagy hívei, azt mondják, hogy hát kérem szépen, a biometán után visszamaradt iszapot, hogyha a földekre kivisszük, az nagyon fölemeli a földeknek a termelékenységét. Ott egy tökéletesen igaz. Tudnélik, itt műtárgyáról van szó. Viszont hosszú távon a földet kiégetik, tehát erre nagyon vigyázni kell. Tehát ezért mondom azt, hogy az anaerob folyamatoknak a használatát lehetőleg kerülni kell. Elmondom, hogy most nem kell biometán készíteni, csak hát meg kell ezeket gondolni. Most a hatodik főtétel az úgy néz ki, hogy az ötödiknek az ismétlése, de itt kiterjesztjük az állati ürülékekre is. Tudnék, itt egy általános jellegű gazdálkodásról van szó, tehát a növényi hulladékok égetését például kerülni kell. Tehát akkor, amikor kerti hulladékok vannak, amiket megemeljük, és erre egy nagyon jó példát tudok mutatni, akkor hát a környezetet rombolunk. Tehát a kerti hulladékokat csak akkor szabad elégetni, ha olyan betegség hordozói, mint például a tűzhalál, a gyulasága, stb., hogy a kórokozókat valóban kell pusztítani. De a rendelkezésre álló növényi biotömeget lehetőleg kerülni kell, nem olyannak kell eléget. Tehát most is itt égetjük a növényi biotömeget, a tűzifát, amikor égetjük, tehát ez valóban egy felújítható érdekes energia. De a Kakukk Attila esetét tudom itt felidézni. Kakukk Attila volt Szörvén az első gazda, aki a tanácsomra elkészítette az első komposztkazánt. Ennek érdekében azt mondtam, mert tekintette, hogy alomszéket használ, és a alomszék, a család, négy tagú család alomszékéből egész szép kupac emberi trágya keletkezett a kertben, amit szépen összegyűjtött, és mondtam, hogy ősszel ezt az emberi trágyát keverje össze fatörekkel, előre beáztatott fatörekkel, amit meg is tett. Egy ismerősétől kapott ingyen
egy terrautó és 9 köbméter, pontosan 9 köbméter fa töréket, tehát amit ugye a fák nyesedékét így megaprították, tehát abból egy durván aprított töreg, és ez beáztatta a vízbe, és összekeverte az alumszénjének a termelésére, hogy nitrogén és foszfor is legyen benne. És egy spirális alakú, tehát egy, mint egy spirálúnak annak úgy kialakított hőkicserélő csőrendszer köré megépítette ezt a nagy komposztkupacot. Ez a 9-10 köbméteres komposztkupac volt. És 24 órával az építés után, annak ellenére, hogy akkor már hideg volt, amikor megépítette, a komposztkupac belsejében a hőmérséklet már 60 fok volt. És a hőkicserélő csövet rákötötte a házának a padlófűtésére. És észrevette, azt mérte a hőmérsékletet, hogy a bemenő hőmérséklet 28 és 35 fok között ingadozott. Ami bőven elegendő egy jó padlófűtés fönntartására. És mielőtt elindította, azt mondta, hát igen, itt van ez a sok fatöreg, hát ezzel a fatöreggel eléggé száraz volt, én legalább 3 hétig tudom a házamat fűteni, van egy jó fakályám, és akkor ebben én ezt elégetem. Mert azt mondta, hát próbáld ki csak a komposztkazán, és a komposztkazánnal házát 3,5 amiben nincsen semmi csodálatos valami, tehát nem semmiből készített energiát, itt csupán az történt, hogy akkor, amikor a bioenergiát alacsony hőmérsékleten használjuk fel, akkor a veszteségek sokkal alacsonyabbak, mint amikor magas hőmérsékleten égetjük ugyanazt a bioanyagot. Tehát erre is spéletékig vigyázni kell. Most, ami pedig a fekete vizet, most azt hiszem ezzel lassan majd is fejezzük az előadást, a többi részletekről majd ma délután fogunk beszélni. Nagyon érdekes, hogy alomátítató telepet Franciaországban többet építettek most már. És mi az az alomátítató tele? Hát nagyon rosszul lehet látni. Hát ezek ilyen kb. 100-120 négyzetméter alapterületű és kb. 2,5-3 méter mély betonmedencék, amit megtöltenek különböző növényi anyagokkal, ott Franciaországban szalmát, aprított őrölt, illetve aprított szalmát használnak. És tehát aprított szalmát beleteszik, és akkor ezzel a készülékkel a szippantott vizet, tehát a tárolókból szippantott vizet, a szennyvizet ráöltik. És megfigyelték azt, hogy az egyik ilyen telepen, amit én is megnéztem és fényképeket készítettem róla, hogy megmondták, hogy van egy, azt az interneten is olvasható, hogy ezen a telepen évente 1200 köbméter szennyvizet termel, tehát fekete és szürke vízkeverékét, tehát ott nincs szétválasztva a kettő, tehát egy nagyon híg valami, tehát rossz hatásokkal működik. Most ezt a vizet rápermetezik, tehát 1200 köbméter vizet, és 60 tonna szalmát használnak egy ilyen medencében. Most ebből egy évi erjesztés után keletkezik 240 tonna komposzt. Ami azt jelenti, hogy több mint 1000 tonna vizet el kell párologtatni. És akkor kiszámítottam azt, hogy 1000 köbméter víz elpárologtatásához, már nem emlékszem pontosan a számadatokra, lehet rohanni, azt hiszem több mint 50 gigasúly energia szükséges, tehát nagyon súly energia szükséges. És akkor, amikor 60 tonna szalmát elégetünk,
akkor ennek a felesen keletkezik. És a szalmát nem égetjük el, a szalma még a komposztban benne volt. Viszont az amikor ezt benne van a medencéd, akkor láttam, amikor ott voltam, a medencének a belsejében 70 fok volt. 70 fokos volt az egész rendszer. Tehát ott állandóan párolgott a víz. Tehát feltehetően a keletkezett hő arra volt jó, hogy ezt a felesleges sok szürke vizet, ami van, nem is kellene, hogy ott legyen, de ott van, azt elpárolgtassa. És a földművesek körében egyre nagyobb sikere van ezeknek a telepeknek, úgyhogy már többet elhelyeztek, mert ugyanis nagyon jó minőségű komposztot, nem komposztom, fél érett komposztom, trágya, mondjuk érett, úgy néz ki, mint az érett trágya, tehát ez tulajdonképpen ilyen van, de a parasztok nagyon szeretik, és hát viszonylag jutányos áron hozzájuthatnak. Tehát ez az aromátitató telep akkor működik igazán hatásosan, amikor tömény fekete vízzel működtetünk. Tudom, akkor a tömény, a felszabaduló hatalmas mennyiségű hő nem arra szolgál, hogy a felesleges vizet elpárolítassa, egyáltalán nem, hanem az hőkicserélővel föl lehet használni üvegházak vagy házak fűtésére. Most nem állítom, hogy ez a technológia egy kész technológia, egyáltalán nem, csak egy ígéretes megfigyelés, ami úgy néz ki, hogy egészen jól működik. Most február 25-én lesz az első komposztkazán konferencia Veresegyházán, ahol tartok egy bevezető előadást és összefoglalom azt, amit a komposztkazán készítéséről jelen pillanatban tudunk. Nem én találtam fel a komposztkazánt, egyáltalán nem. Már Jean Pain 1973-ban Franciaországban megépítette a komposztkazánt. Máslapra tartozik, hogy ő a házának a fűtésére nem egy 9 köbméteres, hanem egy 80 köbméteres komposztkazánt használt. Mondjuk látotta a padásfok egészen más volt, és a komposztkazán belsejébe egy bioreaktort is elhelyezett, amivel biogáz termel, amivel a kis terautóját, egy Citroën kacsát azzal üzemeltette. Mondjuk, de Franciaországban Jean Pain kevésbé népszerű, mint Magyarországon. És tulajdonképpen itt most nem csak a vízgazdával, hanem a komposztkazánnal is Magyarország világelső lehet. Csak meg kell ragadni az alkalmat. Tehát már 2003-ban a vízgazda kiépítésével olyan vízpolitikát tudott volna a magyar kormány megvalósítani, amivel nem csak nagyon sok ezer milliárd forintot tudott volna megtakarítani, hanem az egész világról ide jöttek volna tanulmányozni a fenntartható szennyvízkezelést. Ez sajnos nem történt meg, tehát most itt van egy másik lehetőség, a komposztfűtés. Tudnék, az a helyzet, hogy a városi hulladékokban nagyon sok cellulózban gazdag hulladék is van, tehát a szennyezett papír, a papír, a kartondoboz maradékok, tehát amin hát festékanyagok vannak, tartósítószerek, stb. És végeztünk egy kísérletet Belgiumban, az Atti mezőgazdasági főiskolán, ahol meglepve tanulmány, meglepve tanul, azt figyeltük meg, hogy nem csak a gyógyszer maradékok, hanem a festékanyagok és növényvédőszer maradékok is leépülnek a komposzt, a hőgerjesztő. A hőgerjesztő komposztkészítés közben. Tehát akkor, amikor a jelen pillanatban a szennyvíz kezelésnek az egyik megoldatlan problémája az, hogy a fekáliában nagyon sok gyógyszermaradék van. A
gyógyszeripar tonna számra állítja elő a különböző anyagokat, amelyek mind végül a szennyvízben vannak, a fekáliás szennyvízben. És jelen pillanatban nincs, és nagy valószínűséggel soha nem is lesz egy olyan víztisztítási módszer, ami ezeket a nagyon veszélyes anyagokat a szennyvízből el tudja távolítani. Ezzel szemben abban a pillanatban, amikor azt a gyógyszer maradékokat tartalmazó fekete vizet hőgerjesztő komposzt készítésre használjuk, és fűtjük bele a házakat, akkor az összes gyógyszer maradékot maradéktalanul eltávolítja. Köszönöm a szíves figyelmüket! Thank you.